Mennyire lehetnek elégedettek az idei esztendővel Budaörs 3-as számú körzetének a lakói? Kérdezem ezt a körzet egyéni képviselőjétől, Hauser Péter úrtól. Jó napot kívánok! Remélem elégedettek. Jó magam részéről igyekszem mindent megtenni, hogy elégedettek legyenek a körzet lakói. Hozzáteszem, jó magam, sosem vagyok elégedett, mindig többet szeretnék, meg többet szeretnék elérni, többet szeretnék megvalósítani, de azt gondolom, hogy ez így normális. Milyen elvárásokkal vágott bele az új esztendőbe? Milyen tervek, célok szerepeltek a listáján, és ezek közül mi az, amit sikerült kivitelezni, megvalósítani, mi az, ami még várat magára? Több célom is volt, de amit reálisan kitűztem, azt gondolom, az sikerült megvalósítani. Sikerült a Réz utcát felújítani teljes hosszában, egy új aszfaltburkolatot kapott kászegéllyel, és ami azt gondolom, hogy a felszíni vízelvezetést is segíti. Tehát egy olyan megoldás sikerült ott találnunk, ami a felszíni vízelvezetést is segíti. Ugyanígy a Harmat utca, ami úgy volt, hogy csak egy ütem fog elkészülni, de sikerült egy kis pénzt találni, és nem egy ütem, hanem kettő készült el. Tehát a jövőbeni terveimben szerepel, hogy a harmadik, tehát hogy végig az utcát befejezzük, tehát ott is egy ilyen útfelújítás történt, ami azt gondolom, illetve hát a visszajelzések azt mondják, hogy a lakók nagy örömére valósult meg. Mennyire belátóak egyébként a lakók ilyen útfelújításoknál? Mindig igénylik, aztán amikor a munkálatok zajlanak, és emiatt különböző útakadályokon kell keresztül menni, meg dolgoznak a munkagépek, akkor elégedetlenkednek. Itt belátóak voltak? Nézd, én igyekszem mindig fölvenni a kapcsolatot az ott lakókkal, és elmondani nekik, hogy tulajdonképpen most néhány hétig lesz egy kis haddelhad, lesz egy kis felfordulás, de utána meg tényleg jó lesz. Tehát lényegesen jobb lesz az út, mint amilyen azelőtt jártak, és ezt a nagy többség meg is érti. Hozzáteszem, a kivitelezők is olyanok, illetve én igyekszem a kivitelezőket is kérni, illetve buzdítani arra, hogy közben tudják használni az utat, tehát ne legyen teljes mértékben lezárva, hanem az ott lakók azért tudják használni az utcát. Mik szerepeltek még a célok között? Ha már az utaknál tartunk, akkor itt meg kell említenem. A Réz utcában sokáig olyan forgalomlassítók voltak, amik ilyen kockaköve voltak kiraknak, borzalmas hangos. Tehát magam is ott voltam, kiültem egy kicsit, tényleg rettenetesen hangos. Fölmértem az utca, ott utca lakóinak az igényét, és most úgy néz ki, hogy a felső kettőből egy fekvő rendőr alakult ki, illetve azt építettünk meg a kockaköves forgalomlassító helyett, ami most azért lényegesen csöndesebb, viszont a forgalmat, a sebességet azt azért lassítja. Ugyanígy az idén került megvalósításra a Tűzkőhegyi ároknak a Semmelweis utca és Átlós utca közti része, ami azt kell mondjam, hogy látva most, ami nyári nagy, mondjuk így monszunszerű esőzés volt, és itt azért 10 nap alatt 3 olyan esőt éltünk meg, ami nem mindennapos. És várható, hogy jövőre is hasonló. Hát, és erre felé tendál az időjárásunk, hogy elég szélsőséges lesz. Na most az ároknak ezen része nagyon jól vizsgázott. Tehát az ott lakók mondják, hogy ez tökéletesen vizsgázott. Terveim között szerepel ugye ennek a szakaszának a folytatása, tehát itt ugye alulról haladunk fölfelé, tehát mindig a befogadó, ami először, tehát műszakilag így indokolt, az készül el, tehát fölfelé szeretném ezt folytatni, mert tényleg volt haddelhad. Tehát azt kell mondjam, hogy jó magam is ott voltam lapáttal, védekeztünk, ahogy tudtunk, tehát homokkal, zsákokkal, és a többi, hogy ne törjön be a víz a házakba, a garázsokba. Az alatt, a néhány óra alatt. Többször említett a képviselő úr, hogy ahogy beszélt az ott lakókkal, illetve lapáttal felvonult a területen, mondható, hogy élő, intenzív a kapcsolattal a választóival? Remélem, hogy ezt ők is így látják.
Gyakran keresik fel? Én igyekszem, és minden egyes kérdésben, minden egyes problémában, minden egyes felvetésben igyekszem az ott lakók véleményét, az illetékesek véleményét, mert ezekben a kérdésekben az ott lakók, az érintettek, az illetékesek megtudni, illetve az ő igényeiket képviselni. Tudható önről, hogy szívén viseli a német nemzetiség sorsát, életének alakulását. Legutóbb például a Schwabbálon beszélgettünk. Ez mennyit változott, fejlődött, javult, amióta ön képviselő Budaörsön? Azt gondolom, hogy egy tényleg jó nemzetiségű önkormányzattal büszkélkedhetik a város, illetve egy nagyon jó nemzetiségű önkormányzata van a városnak. Illetve ha most csak elmegyünk a Heimat Múzeum előtt, és látjuk, hogy éppen zajlik a tetőnek a felújítása, amire tényleg ráfért már, tehát az valóban olyan állapotban volt, hogy igényelte azt, hogy felújítsák. Mikorra várható, hogy elkészül a tető? Remélem minél hamarabb, mert ugye azért lássuk be, tél van, és ilyenkor a csapadék az mindennapos lehet. A kivitelezőnek az ígérete, hogy ő a határidőt tartani fogja, tehát időben elkészül. A jövő év első felében legalábbis milyen munkálatok várhatók? Itt említette a Réz utcának a felújítás, pontosabban a Harmat utca felújításának két szakasza megvalósult, a harmadikra lehet számítani. Tervem, sok, hozzáteszem, sok elképzelésem van, több tervem is van, amit szeretnék megvalósítani a körzetbe. Kérdés, hogy mire lesz elég 2017 évi költségvetés. Az év elején dől el valami. Igen, tehát azt már tudjuk, hogy egy jelentős elvonással kezdjük az évet. Tehát ha ezzel a 2,3 milliárdról beszélek, akkor úgy néz ki, hogy pont a város üzemeltetésére lesz elég a költségvetésünk. Valamivel több, nem sokkal több. Ez azért elszomorító. Hozzáteszem, azért terveim vannak, és remélem ezekből minél többet sikerül megvalósítani. Tehát vannak olyan utcák, amiket szeretnék felújítatni, ahol tényleg itt a lakók olyanok, hogy a közterületek, a maguk előtt lévő közterületet gondozzák. Tehát tényleg szép közteret, és mellette van egy olyan út, ami útpálya, ami hát megérdemli, hogy felújításra kerüljön. Ugyanígy egy sarkalatos kérdés, illetve azt mondom, hogy a körzetnek az Achilles sarka, a felső határutca. Hozzáteszem, hogy ez nem csak Budaörs tulajdona. Tehát ugye itt a 11. kerülettel kell egyezkednünk, ahol hát nem mindig együttműködőek. Ez nekik már nagyon kieső rész, már nem szerves része a kerületnek? Hát eléggé a szélén fekszik, és úgy is állnak hozzá, ahogy ez az én érzésem. Reméljük, hogy ez változni fog a jövőben összességében. Én is bízom benne. Hozzáteszem, ugye itt a terveim között szerepel Budaörs kapujában, tehát ahogy jövünk Budapest felől, ugye ott a alsó és felső határutca kereszteződésében a körforgalom megvalósítása. Tehát ez tényleg megint egy baleset, veszélyes gócmód, amit ki tudnánk egy körforgalommal váltani. Összességében a 2,3 milliárdos elvonás ellenére reményei szerint Budaörs ugyanolyan élhető és szerethető város marad 2017-ben is, mint eddig volt? Magam részéről mindent meg fogok tenni ezért, és azt gondolom, hogy az Egyesületünk tagjai nevében is mondhatom ezt, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy ez így maradjon. Tehát nem maradt más hátra, mint hogy erőt, egészséget kívánjak, hogy ezt a munkát meg tudjuk valósítani. Köszönjük szépen!